Decemberrel azért a nyakunkon vannak a fogadalmak, a tervek, a hiedelmek, stb. Stb. Asztrológia, numerológia, minden itt van, amiből tudunk esetleg tájékozódni, hogy mi vár ránk. Úgyhogy most ebben segít nekünk Kis Zoltán Zéro numerológus, hogy 2018-ra vagyunk kíváncsiak, hogy mit rejt ez az év. Csak jóra. Elég érdekes lesz a 2018, de maradjunk még annyiban, hogy most jelenleg még 2017-ben élünk, és ez azért nagyon fontos ennek az évnek a rezgése, mert ugye ha összeadjuk a számokat, a numerológiában minden szám egy bolygót jelent egyébként, és ha összeadjuk ezeket a számokat, ez egy energia, akkor a 2, meg 0, meg 1, meg a 7-essel egy 10-es számot kapunk, és ugye 1, meg 0, 1-es egyszerűsítjük így a numerológiában, alapszinten így nézzük a dolgokat. Az egyes szám pedig a napbolygó, a nap című bolygó, ami az uralkodó az égen, a kreativitás, és az egyes szám pedig mindig egy újrakezdés lehetőségét hozza, és ugye globálisan a 2017-es esztendő rezgése mindannyiunk számára ezt a lehetőséget hozza. Tehát nagyon fontos, hogy ebben az évben, ha rendet tettük az életünk bizonyos részeit, ahol nem volt rend, akkor ez most hosszú távon jó dolgokat indítottunk el. Akár lehetett egy vállalkozás is, vagy éppen a párkapcsolat területén is, vagy bármilyen területen az életek, ha tudatosak voltunk és elindítottunk valami ilyen energiát, ezt valamilyen tevékenység lehet, vagy célokat tűztünk ki és teszünk érte, akkor ezek a dolgok hosszú távon sikerre vannak ítélve. Uh-huh. Ugye a 2018-as évben pedig ugye egyel ugrik a számsor, tehát 2, meg 0, meg 1, meg 8, ebből egy 11-es számot kapunk és 2-esre egyszerűsítjük. A 2-es pedig a hold száma a numerológiában, ami a befogadás, az együttműködés jelenti, ugye női energia és érzelmi energia. Ugye ha megnézzük ezeket a számokat, amelyek energiát jelentenek, ugye a 2099-ig egyébként ugye a 2-es után mindig ott a 0, ami felerősíti ezt az érzelmi energiát. Az 1-es száma, a napszáma, a tudatosság, a kreativitás, az akaraterő és az egót jelenti. Ráadásul a 8-as pedig a numerológiában a Mars száma, ugye megint csak a vágy, a kezdés, az akarat szintén, a tüzes energia, a háborúskodást is jelentheti, meg az önérvényesítő képességet. Tehát az 1-es meg a 8-as száma, a nap és a Mars, ez tüzes energiák, a hold pedig ugye ez a 0-val felerősítve, plusz még 2-es is a vége, rengeteg érzelmet jelent, tehát gyakorlatilag itt a tűz és a víz éve lesz ez a 2018-as esztendő. Ami azt jelenti, hogy nagy energiák működnek, és ebből nagy összecsapás lehet. Tehát a tűz és a vízből ugye mi lehet gőzfelhő sokszor, hogyha ezek így összecsapnak valóban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy és a 2-es szám egyértelműen arra utal, hogy együttműködjünk másokkal. Ugye 2017 az 1-es év, azt még lehetett önállóan kezdeményezni. A 2-es pedig szigorúan azt mutatja, hogy akkor lehetünk sikeresek, és ez a siker titka, ha másokkal együttműködünk. Különösen azokkal, akiktől függenek a lehetőségeink, az életvitelünk, a sorsunk, a karrierünk például. Tehát jobban járunk, ha együttműködünk, ha jobban azért figyelünk másokra. A 2-es év az olyan, hogy nem nagyon segít a sors ilyenkor, és egyedül nem megy, tehát ha másokkal összekapcsolódunk és együttműködünk, ezzel lehetünk eredményesek. Ilyen hátulról jövő támadások is érhetnek minket, szóval itt a háttérben is lehetnek bizonytalanságok. És ez az egész évre jellemző, de most hol vagyunk ebben mi? Mert gondolom bejön a képbe a saját születési dátumainknak is a numerológiai hát természetesen a legfontosabb az, hogy a mi saját életünket, a sorsunkat a kezünkben tarthassuk. Nyilván erre sokféle számítása van a numerológiának, de a legfontosabbak ezek közül is a személyes éveink, amelyeket a születési dátumaink számértékeiből tudunk kiszámolni természetesen. És ugye érdemes is ezzel foglalkozni, mert a személyes évek nagyon működnek. A személyes év azt mutatja, hogy mi az az életterület, amire fókuszálnunk kell, milyen sorseseményekre számíthatunk, mivel kell foglalkoznunk. És jó, hogyha ezeket figyelembe vesszük, és éppen akkor indítunk el jó dolgokat, vagy energiákat, amikor itt az ideje, és van, amikor éppen nehézségeket kell felvállalnunk. A 2018-as évnek van egy veszélye, hogy ugye hihetetlen érzelmi energiák vannak, és hihetetlen tüzes energiák vannak. Tehát nagyon-nagyon, hogyha ugye ezek az indulati energiáink elszabadulnak, és indulati alapon döntünk, plusz érzelmi alapon is döntünk, akkor ez valószínűleg, hogy miután elveszíthetjük a realitás érzékünket, rossz döntéseket hozhatunk, amelyek azért elég sok konfliktus és problémát okozhatnak az életünkben. Aha. És olyan nincs egyébként, hogy most itt mondtad, hogy mindent összeadunk, minden számot, tehát hogy például én összeadom a saját születési ilyen mesterszámot, amit erre a születésnaptól számolok, és mondjuk a következő évnek a mesterszámot, és abból, nem tudom, vonok gyököt, vagy valamit csinálok. Tehát, most hogy... már megalkott egy új tudományágat mindjárt. Hát azt nem szokták? A saját születési dátumunkból ki tudjuk számítani a saját személyes életünkre vonatkozó lehetőségeinket. A születés hónapja konkrétan is a születésnapja, ezeket egy számjegyre egyszerűsítjük és összeadjuk, és ehhez adjuk hozzá az adott univerzális év rezgését, jelenleg 2017-et írunk, jövőre pedig egyel
egyel ugrik a naptári év száma, tehát akkor jövőre már. Akkor most a között van összefüggés, hogy nekem mi a születési dátumomból a számom, meg 2018 jön, és akkor ezt valahogy össze lehet fésülni a kettőt, én ezt kérdezném igazándiból. Nem számolásiak, hanem hogy abból legyen egyedik évet ki, hogy nekem milyen lesz. Igen, az ugye, ennek tudjuk, hogy 11-én születik, ami a mesterszám. Ugye 2 meg 2 4-et kapunk belőle, és a 2017-es évből kapott 1-es, 5-ös számú személyes évet belépte jelenleg. Ami a 2018-as novemberi születésnapodig tart. Az 5-ös év az már sokkal jobb, mint a 4-es, ami nagyon-nagyon nehéz. Időszak lehet, sok munkával jár, sok nehézséggel, de alapozó év, valószínűleg megalapozod ezzel is a további jó lehetőségeidet. A 2018-as év pedig, mondom, tényleg azért fontos mindannyiunk számára, és az országunk vezetőire is fontos, akik az ország életét intézik, hogy valóban ne veszítsük el a fejünket, mielőtt döntéseket hozzánk, gondoljunk még egyet, számoljunk 3-ig legalább, és próbáljunk higgadtak maradni, mert nagyon sok hiba lehetőség van ebben az évben. De az a jó, hogyha tudjuk, hogy mire számíthatunk, és hát mondom, ne veszítsük el a fejünket, mert ebből nagy baj lehet. Ha megtanuljuk azt, hogy reálisan nézzük az életünket, a lehetőségeinket, és figyelembe veszünk azt, ami az évnek a tanuló leckéje, hogy jobb, ha együttműködünk, és odafigyelünk a másik emberre, akkor ebből azért elég jól is ki lehet jönni szerintem. Ez olyan, mintha nem ismernénk fel azt, hogy mondjuk egységben az erő, akkor a sors arra felé terelget minket, hogy azért ezt, ha nem ismered fel, egy nagy nyakassal csak felismered, vagy hogy... így is fel lehet fogni az egészet, és globálisan, akár országos szinten, a hazánkkal kapcsolatban is, jobb, ha odafigyelünk a lehetőségeinkre, és miután együttműködőnek kell lenni másokkal, a külföldi erőkkel is, ha a diplomáciai érzékünket most használjuk, akkor ebből lehetünk igazán eredményesek. Zéro, nagyon szépen köszönjük. Akkor 2018-ra fel, hajrá!